Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Svédország, Románia és Szerbia. Svédországgal kezdünk. 8 sérültről és 150 evakuáltról számolt be a svéd közszolgálati televízió a svédországi Norrköping városban szombat éjjel történt bombarobbantás kapcsán. A skandináv ország hatóságai tehetetlenek a migrációs bűnözéssel szemben. Az idén havonta több mint 14 agresszív, főként migrációs hátterű alvilági banda háborúkhoz köthető robbantást regisztrált a svéd rendőrség. Ezzel Svédország a migrációs alapú agresszió európai lista vezetője. Skandináviai tudósítónkat, Csere Attilát kapcsoljuk már is. Nos, melyek a legfrissebb információk a szombat éjszakai robbantás kapcsán, illetve van-e bármilyen kormányzati stratégia a közbiztonság megerősítésére? Köszöntök mindenkit! A svéd rendőrség azt jelezte, hogy vizsgálják, hogy a norrköpingi lakóépület elleni robbantás kapcsolódik-e az alvilági banda háborúkhoz. Ez a bejelentés rendkívül érdekes, mert ha kapcsolódik, akkor az azt jelzi, hogy a hatóság továbbra is tehetetlen. Ha nem kapcsolódik, akkor viszont az meg azt jelzi, hogy Svédországban csak úgy bombákat dobálhatnak a szomszédok egymásra a lakótelepeken, a nagyvárosok bizonyos részein, tehát semmiképpen nem megnyugtató a helyzet. Ahogy te is mondtad, rendkívül nagy volt az idei robbantásos bomba támadások száma. 2019-ben csak 130, csak, ez egy szomorú adat, idén már 110-szer robbantottak a viták kapcsán. A betelepítettek nagy száma és a más kultúrák most már egyértelműen nem egyeztethetők össze azzal a politikai vonallal, hogy majd csak lesz valami. Ennek ellenére kormányzati döntés nincsen arról, hogy mit lehet tenni ezekben a kritikus zónákban. 61 ilyen zóna van a svéd nagyvárosokban. A norrköpingi események után tegnap, vasárnap Malmö Rosengård kerületébe, ez szintén egy migrációs kerület, a korábbi korán égetések kapcsán hatalmas forrongások voltak, a rendőrséget megtámadtak, szemetes kukákat és gépjárműveket gyújtottak föl a korán égetések ellenzői. Ennek kapcsán Svédország komoly gondba került, hiszen a biztonsági szolgálat a második legmagasabb szintre kellett, hogy emelje a terrorfenyegetettséget. A különböző vallások fenyegetettsége egyébként Svédországban jelentős, ugye a keresztény templomokat is támadták. Jelen pillanatban a migrációs helyzet rendkívül aggasztó, mondják szakértők, és a többi skandináv ország is csak figyeli, hogy Svédország milyen irányba tudja kormányozni ezt az elsüllyedni látszó viking hajót. Romániával folytatjuk, ahol a legnagyobb büntetést szabta ki a törvényszék egy migráns csempészre, aki, képzeljék, jogosítvány nélkül próbált átjutatni illegális határátlépőket a román-magyar határon. A hatóságok még tavaly szeptemberben indítottak nyomozást a román sofőr ellen, emellett folyamatos rajtaütéseket is tartanak a migráns csempészettel gyanúsított személyeknél. Kolozsvárról Bértalan Albert jelentkezik a további részletekkel. Nos, a most elítélt migráns csempész ügyében milyen vétségeket tártak fel a román hatóságok? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Az említett román férfit az Arad megyei bíróság 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte migráns csempészet és jogosítvány nélküli járművezetés miatt. A férfi ellen az Arad megyei területi határrendészet indított nyomozást, miután rajta kapták, hogy migránsokat próbál átcsempészni a határon. A szállítási körülmények miatt azzal is megvádolták, hogy veszélyeztette a csempészet személyek életét az elrejtésük módját tekintve. Az elítélt 48 éves férfi tavaly szeptember
novemberben bukott le a nagylaki határátkelő kilépési pontjánál, ahol egy teherautóval próbált átjutni az ellenőrzéseken. Két határrendész egy szolgálati kutya segítségével végezte el a jármű részletes átvizsgálását, amely során a rendőrkutya elrejtőzött személyek jelenlétét észlelte a jármű által bontatott pótkocsi rakterében. Az ellenőrzés során felfedezték, hogy a pótkocsi középső tengelye mentén egy külön kis cellát alakítottak ki az elrejtőzött személyeknek. Összesen 10 külföldi állampolgárt találtak az üregben, amely a határrendészek szerint az utaztatást tekintve életveszélyt jelentett az elbújtatott migránsok számára. A nyomozás során kiderült, hogy a rejtek helyen 22 és 49 év közötti bangladesi és indiai személyek akartak illegálisan átjutni Magyarország területére, majd Olaszországba szerettek volna tovább menni. Az is kiderült, hogy a migránsok mintegy 80 kilométert utaztak a teherautóban kialakított rejtek helybe zárva, és fejenként 1000 eurót fizettek a hajtási engedéllyel nem rendelkező sofőrnek, azért, hogy átszállítsa őket a határon. A jogosítvány nélküli gépjárművezetés miatt a migráns csempészre további másfél év börtönbüntetést szabtak ki az ítélet szerint. A határrendészek nem bánnak kesztyűs kézzel a csempészekkel. Nemrég jelentették, hogy júniusban egy nagyobb razziát is tartottak, amely során román és török személyeknél tartottak házkutatást. A gyanú szerint a bűnszervezet török, szír és iraki állampolgárokat szállította a bolgár-török és a szerb-román-német útvonalon keresztül. Már ebben a hónapban is, az elmúlt néhány napban több illegális határátlépéssel próbálkozó külföldi szemét fogtak el a határőrök. A nagylaki átkelő helyen 16 bangladesi, indiai, sri lankai és pakisztáni személy próbálkozott átjutni Magyarországra egy 27 éves sofőr által vezetett teherautóban elrejtőzve, amely hivatalosan Ausztriába tartott. A szállítás módját alaposan megtervezték, ugyanis a raktérben egy dupla falat húztak fel a csempészek, és mögötte bújtatták el a 21 és 46 év közötti migránsokat. A szokásos módon a sofőren ellen embercsempészet, míg a migránsok ellen illegális határátlépési kísérlet miatt indítottak eljárást. Szintén az elmúlt napokban a szerb határon is próbálkoztak a migránsok. A határrendészek egy gyanús járműre lettek figyelmesek a zöld határ közelében, amelyből 3 személy szállt ki, majd gyalogosan indultak el Szerbia irányába. A migránsokat és a jármű vezetőjét is igazoltatták, és eljárást indítottak mindannyiuk ellen. Körképünket Szerbiával zárjuk. Egyre nagyobb migrációs nyomás hárul Dél-Szerbiába. Az illegális bevándorlók nagy többsége az észak-macedóniai határszakaszon érkezik. A Szerbián áthaladó migránsok első állomása Preševo, ahonnan a szerb-magyar határ irányába folytatják útjukat, de azokat is ide szállítják, akiket a vajdasági illegális táborokból gyűjtenek be a hatóságok. Most kapcsolunk Preševóba, Toddi Annához. Nos, milyenek a körülmények a környéken, hogyan jutnak oda a migránsok, és mit szólnak a lakosok mindehhez? Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit innen Preševóról, ami valóban a migránsok első állomása itt Szerbiában. Kevesebb mint 10 kilométer távolságra vagyunk az észak-macedóniai határtól. A migránsok pedig azután, hogy sikerült átlépniük Szerbia déli határát, idejönnek, és rövid pihenőt tartanak itt, mielőtt folytatnák útjukat az ország északi része felé. A szerb észak-macedón határól embercsempészek segítségével jönnek ide. A napokban a hatóságok egy afganisztáni migránst kaptak rajta azon, hogy segített a társainak átjutni a határon. A 18 fős csoportnak pedig fejenként 50 eurót kellett fizetnie ezért az állítólagos segítségért. A városban működik az ország egyik legnagyobb befogadó tábora is, ahol 1000 migráns elszállásolására vannak berendezkedve. Az itt tartó migránsok száma pedig szinte egyfolytában a kapacitások felső határát súrolja. Akárcsak a többi szerbiai tábor, ez is nyitott, és akkor indulnak el az ország északi irányába, amikor kedvük tartja, és hát a lehető leghamarabb neki is vágnak az útvonalnak, ami Belgrád, Zombor, Szabadka és más északvajdasági települések felé vezeti őket. Innentől pedig már az ismerős, jól ismert forgatókönyv következik,
következik. A szerb-magyar határ közelébe férkőzve megpróbálnak átjutni a határkerítésen. Ezt a csaknem 600 kilométeres távot a legtöbb esetben taxikkal teszik meg. A migránsok elmondása szerint a taxisok tarifája 300-tól 500 euró között mozog az említett szakaszon. Az itteni állapotokat pedig valóban súlyosbítja az is, hogy az ország északi részén illegális táborokban talált migránsok jelentős részét is ide szállítják a hatóságok. Ez pedig nem csak a migránsoknak okoz gondot, hanem a lakosoknak is. Itt rendszeresen felgyülemlik a tömeg, a csoportok pedig újból elindulnak a magyar határ felé. A taxisoknak és az embercsempészeknek viszont ez egy kedvező bevételi forrást jelent, hiszen újból megfizettetik a migránsok szállításának a költségét. A szerbiai hivatalos adatokat illetően pedig jelenleg több mint 3000, főként férfiakból álló migráns szerepel a nyilvántartásban. A helyzet pedig egyre aggasztóbb az ország egész területén. Naponta jelennek meg hírek valamilyen incidensről. Tegnap például Pirotban egy kávézó vendégeire késekkel támadt egy migráns csoport, az incidensben pedig több személy is sérüléseket szenvedett. A rendőrség a tettesek elfogásakor 3 gépfegyvert és 2 pisztolyt is talált náluk. Tóth Diannának, Cser Attilának és Birtalan Albertnek nagyon szépen köszönjük a friss információkat.